Sok szeretettel köszöntök mindenkit az nevem Tamás Zsolt. Bizonyára, akik követik a csatornát, azok jól tudják, hogy igyekszem azért olyan ügyek vagy termékek mögé beállni, amelyek valóban hasznosak tudnak lenni, és már több videóm is felkerült a Vászkó fordító gépeiről, a legújabb típusuk a V4, ami még mindig nálam van. Ez az a fordítógép, a kézi eszköz, ami lényegében sokaknak tud segíteni, és már több funkcióját is bemutattam, illetve hasonlítottam össze, például a ChatGPT-vel, vagy éppen a Google Translate-tel, vagyis a Google fordítóval. De akkor beszéljünk most őszintén, és elmondom a véleményemet, a kedvenc funkcióimat ezzel a készülékkel kapcsolatban, illetve hogy valóban megéri-e megvásárolni kb. 150 ezer forintért egy ilyen kütyűt, és hogyha igen, akkor kinek, vagy éppen kinek nem. először is szerintem érdemes beszélni magáról a készülékről, ugye ez a Vasco V4, ami lényegében egy 5 incses, 576x1440 pixel felbontású kijelzővel szerelt kézi fordítógép. Miért fontos ez? Mert a korábbi modell még ilyen nagyjából 2,4 incses panellel lett felszerelve, tehát gombokkal lehetett vezérelni, de például nem lehetett gépelni. Na ezt már itt kiküszöbölték, hiszen az okostelefonokhoz hasonlóan lehet ugyanúgy kverti billentyűzeten beírni azokat a szavakat, mondatokat, amiket mi hogy ez az eszköz lefordítson. És a gombokat is azért meghagyták, bár nem elő, hanem oldalt, egy-egy billentyű megnyomásával váltatunk a különböző fordítani való nyelveken. Összesen 108 nyelvet támogat, ezek között 76-ot beszédszerűen, 90 pedig szövegszerűen, és javítottak sokat a hangszórókon és a vászkonál, hiszen 99 decibeles most már a hangszóró, ezáltal sokkal könnyebben hallható, így idősebb korosztály számára, vagy az ajosabb környezetben is egyszerűbb használni ezt a Készüléket! Mindenképpen jó hír, hogy USB-C-n keresztül lehet tölteni, hogyha valaki valamilyen okos telefonnal rendelkezik, vagy újabb készülékkel, esetleg más modellel, akkor ezt a 2400 millió s telepet ilyen egyszerűen a klasszikus kábellel fel tudja tölteni, egész gyorsan, és az üzemidő is korrektnek mondható, persze nehéz megítélni, hogy most hány órát bír, attól függ, hogy mennyit használjuk. Na de ennyit a specifikációkról, hiszen ezek nyilván olyan adatok, amikre kevesebben kíváncsiak, kivételtelen az ötincses kijelzőre, de a legfontosabb, hogy található benne egy integrált, tehát nem kivehető SIM kártya, ami 4G adott kapcsolatra képes, és 200 országban biztosítja lényegében a díjmentes használatát ennek a kütyünek, vagyis nincsenek roaming költségek, nem kell előfizetni semmit. Nyilván a Vasco v azért meg kell vásárolni, szóval ez az ingyenes használat, ez egy kicsit azért erős kifejezés, ám ennek ellenére azért utána bárhol használható, anélkül, hogy nekünk állandóan figyelni kellene, hogy melyik országban vagyunk, legyen az az ausztráliai kontinens, vagy éppen Afrika, Amerika, Európa, Ázsia, szóval hát ez egy elég nagy ütőkártya azért ennek a készüléknek a javára, mert hogy rengeteg üzenetet kaptam, rengeteg ö, kommentet azzal kapcsolatban, hogy minek vegyen valaki egy ilyet, amikor a Google Translate ugyanezt tudja. Vagy legalábbis hasonló tudással rendelkezik. Hát össze is vetettem azért már több videóban is a két eszközt, illetve a két szolgáltatást egymással, hogy a Vasco v is mesterséges intelligencia alapon dolgozik, amit azért többnyire a gyártóberkeim belül fejlesztenek, már kérdeztem is őket még az MVC-n erről a technológiáról, de csak nagyjából tudott választ adni az akkori képviselő. Mindenesetre azért, amikor tényleg összehasonlítjuk a Google fordítót ezzel a Vasco v azért jól látszik, hogy mind a két eszköz nagyon jó eredménnyel szolgáltatja a fordításokat, akár kínai, akár valamilyen más nyelven, legyen az francia, német, mongol. Rengeteg olyan nyelv van a 108 nyelv között, melyekről valószínűleg soha nem is hallott senki, vagy legalábbis soha nem is kell majd, hogy beszélje, esetleg olyan nyelven megszólaljon. A fordítási precizitás mind a két eszköz vagy szolgáltatás esetében egyébként nagyon korrekt. Nyilván a magyar nyelv a top 5 legnehezebb közé tartozik, tehát azért nem mindig tökéletes a történet, de amikor angolról németre vagy angolról franciára, tehát a főnyelvek között próbálkozunk, akkor azért a hatásfok valóban eléri a gyártó által ígért nagyjából 99%-ot. Holnap szeretnék megnézni egy kiállítást, amire már évek óta készülök. Remélem te is eljössz velem. Az érintő vezérlés pedig rémesen egyszerűvé teszi ennek az eszköznek a használatát, amely több funkcióval rendelkezik. Van a beszédfordító, aminek a lényege, hogy mi beszélünk az eszközhöz akármilyen idegen nyelven, amit mi szeretnénk és tudunk, és azt pedig lefordítja a kiválasztott másik nyelvre. Nem szeretem, hogy mindig ilyen buta kérdésekkel akasztasz ki, egyszerűen nem bírom már az ilyen napokat. Igazából én leginkább angolul, esetleg spanyolul, franciául beszélek, hát a kiejtésem már jelentősen megkapott. Ez tehát messze nem atomfizika, a két oldalsó gomnak a megnyomásával, vagy az érintő a megérintésével. Villám gyorsan le tudjuk fordítani, a vászkó szerint pár tized másodperc alatt, de ez függ a térerőtől, vagy hogy wifi, illetve mobil kapcsolatot használunk-e. A következő a képi fordító, a hátul lévő kamerának a segítségével le tudjuk fotózni a fordítandó mondatokat, vagy éppen nyelvet, és egy pár másodperc alatt meg is a fordítás vagy a képre illesztve, vagy pedig fehér háttérbe csomagolva, utóbbi sokkal olvashatóbb, egyszerűbb, és a múltítás kijelzőnek köszönhetően egy új mozdulattal rá is tudunk nagyítani, ez jól működik, de ezt is tudja, hogy a Google fordító, szóval ebben sem világ világmegváltó az eszköz, ha csak nem azt nézzük, hogy valóban a világon bárhol használható a készülék kivizetése után roamingmentesen. Van szövegfordító, amikor be kell gépelni azt a szöveget, amit meg szeretnénk fordítani, mondjuk ha olyan helyen vagyunk, ahol nem tudunk beszélni, esetleg nem akarunk megszólni az adott idegen nyelven, de azért mégis le tudjuk gépelni, amit mi kívánnánk, és ezt is könnyen le tudja fordítani ez az eszköz pár tized másodperc alatt. Az egyik olyan funkció, amivel mondjuk egy Google Translate nem rendelkezik, viszont ahhoz mindenkinek egy ilyen vászkó, vagy például a korábbi modellel rendelkeznie kell, az a csoportos csevegés, online be lehet lépni valamilyen beszélgetésbe, és amit valamilyen nyelven valaki beszél, azt a saját idegen nyelvünkre ez az eszköz le tudja fordítani, és vice versa működik ez a történet. Ez valószínűleg azért leginkább az üzleti életben jöhet jól. Ha pedig valaki nyelvet szeretne tanulni, akkor ez az eszköz néhány alapszónak a megtanítására is alkalmas legalább annyira, hogy pár szót mindenképpen tudjunk, ha egy idegen országba utazunk. Tehát a Vasco V4 alapjáraton tényleg egy nagyon kompakt, karcsú, kecses, jól hordozható és könnyedén használható fordítógép. De nem mindenkinek ajánlott főleg ennyi pénzért. A Z generáció biztos, hogy fitjethányna egy ilyen kütyüre, viszont az idősebbek, vagy éppen középkorúak, esetleg az olyan munkát végzők, akik rengeteg országban vannak, akár Európán kívül, kamionosok például, szállítmányozók és más egyéb foglalkozással rendelkező emberkék, nekik bizony jól tud jönni. És a visszajelzések alapján az ilyen típusú, vagy ilyen munkával rendelkező emberek veszik leginkább ezt a készüléket, esetleg a nagyszülők, hogyha valamilyen idegen nyelvet szeretnének, mert mennek nyaralni, de akár a szülőkre is vonatkozik ugyanez, és van nem egy olyan ismerősöm, ilyen nagyjából 40-50-60-as évekbeli korosztályból, akik azért vettek ilyet, mert hogyha nyaralnak, hogyha elutaznak, vagy hogyha esetleg a munkahelyükön kell Idegen nyelven megszólalni, akkor nekik sokkal egyszerűbb egy ilyen kütyüt a zsebükből előrántani, a gombokat megnyomva, a nyelvet kiválasztva pedig kommunikálni az adott embertársával. Érdekes világ ez tehát. Én mindig azt mondom és azt javaslom, hogy legalább egy idegen nyelvet beszéljen az ember. Az angol manapság már nem is annyira nagy dolog, tehát ha angolul beszél valaki, az már nem előny, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt. Egy második idegen nyelvnek a használata pedig hát egyrészt fejleszt, másrészt olyan már az előnynek számít, ha pedig valaki két-három idegen nyelvet is beszél, az valószínűleg azért meg fog élni még a hátán is. Hát persze vannak azért olyan afrikai, vagy akár távol-keleti országok, ahol nagyon nehéz lesz, de mégis valamilyen nyelven mindenhol meg lehet szólani, és valamilyen nyelvet azért mindenhol mindenki beszél. Tény és való, hogy 159 forint ezért a kütyűért nem kevés. Persze kuponkóddal egy picivel olcsóbb, ezt majd megtaláljátok a videóti leírásban, ezt kell bepötyögni, és akkor valamelyest azért kedvező báron elcsíphetitek a hivatalos honlapról. De tény és való, hogy én egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ez teljesen fölösleges, és ott a Google fordító, egészen addig, ameddig nem megyünk Európán kívülre, mert mondjuk Amerikában, távol-keleten ott több ezer forint lett a napi díja ezeknek a roaming költségeknek. Persze nem használható böngészéssel, csak és kizárólag fordítása, de azokat a munkatípusokat végző emberek, az a korosztály, akiknek ez szól, azoknál viszont mindig pozitív szinte a visszajelzés, van, aki ettől függetlenül csalódott ebben a készülékben, mert mégsem úgy fordít, vagy nem úgy működik, és hát térerőmentes övezetben persze a tudása is megkopik, tehát kell, hogy valamilyen szignál legyen, de nem arra sarkallok bárkit, hogy igenis ezt kötelező megvennie, de szerintem egy fordítógép így az együttműködés végére számomra azt jelenti, hogy sokaknak tud segíteni, akár testomnak is, de anyukámnak is, vagy éppen nagyon sok idősebb korosztálynak, aztán aki akarja megveszi, aki pedig nem használja Google fordítót, vagy esetleg más típus eszközöket, mert nyilván nem csak a vászkoz egyetlen cég a világon, akik ilyen megoldásokhoz folyamodtak és ilyen készülékeket gyártanak. Na kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit szóltok egy ilyen eszközhöz, szerintem mindenképpen hasznos, megvan a piaca és megvannak azok az emberek, akiknek érdemes megvásárolnia. De írjátok meg tényleg a véleményeteket, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a kis bemutató, illetve véleményformáló videó, hogy igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok a csatornára, és akkor találkozunk a következő videóban is. Szép napot kívánok mindenkinek! Sziasztok!